Sziasztok! Hova álljak, hogy jobb legyen? Na, talán így, hogy lássam én is. Sziasztok! Én Eszes Rita vagyok, a Könyvmoly Képző Kiadónak a szerzője, és a mai alkalommal úgy gondoltam, hogy a négylábúak uralta japán szellemvilágról szeretnék nektek mesélni. Fő címnek azt adtam az előadásnak, hogy Tanukitsune, ez nem egy létező japán szó, csak nekem nagyon megtetszett ez a szókapcsolat. Már csak azért is, mert a tanuki, azaz a nyestkutya, és a kitsune, ami a róka, ők nem csak a leghíresebb alakváltói Japánnak, de szerintem azt is mondhatjuk, hogy a leghíresebb jókájai, pedig hát tudjuk, hogy Japánban állítólag több millió kami, azaz isteni szellem él, és a jókájok száma is több ezerre tehető. A jókájok annyiban különböznek a kamiktól, hogy hát ők nem mindig jó szándékúak, de én most itt arra vállalkoztam a mai napon, hogy megpróbáljam nektek bebizonyítani, hogy lehet, hogy nincsenek is ennyien, hanem egyszerűen ötféle kisállat szórakozik az emberekkel ott a Távol-Keleten. Előjáróban talán annyit mondanék, hogy én író vagyok, idén jelent meg az ötödik regényem, amit itt jobb oldalon igen, láttok, ez a Tükör a felhőkön túlra. Nem csak japán témában írok, három japán témájú regényem jelent eddig meg. Én középiskolában tanultam japánul, és aztán Japánban is tanultam. Így született meg az első japán témájú regényem, a Rókatündér, ami hát tulajdonképpen a saját személyes élményeimet és tapasztalataimat meséli el, egy ilyen fantasy köntösbe bújtatva, egy róka, ember, alakváltó lány szemén keresztül. És hát ez valahogy így betalált az embereknél, úgyhogy én lettem a rókás író. Egyszer egy írótársam azzal dedikált nekem egy könyvet, hogy Ritának szeretettel, aki rendszeresen összerókázza a falamat. Hát hál' Istennek csak a virtuális térben teszem ezt, mert hogy nagyon sok rókás tartalmam van, és igazából így a rókákból kiindulva született nekem egy Facebook sorozatom, ami most már 3 éve fut, ez a Szörnyes Szerda, és ilyenkor szerdánként mindig japán jókájokról mesélek, vagy japán rémtörténeteket mesélek el, és ezt nagyon sokan szeretik, úgyhogy elkezdtek engem egy idő után nyüstölni az olvasók, hogy írjak ezekből a lényekből egy könyvet, én meg beadtam a derekamat, és ez így friss, ropogósan most a könyvfesztiválra jelent meg ez a regény szeptember végén. Ezt azért is mondom el, mert aki járt már esetleg előadásomon, az tudja a szokásos menetet, hogy az előadás végén majd fel fogok tenni egy kérdést. Nem szükséges ehhez semmiféle előzetes tudás, hanem olyan választ várok majd, amit elhangzik itt az elkövetkező közel egy órában. És hoztam magammal egy példányt ebből a könyvből, úgyhogy aki leggyorsabban tudja a helyes választ, az ezt a könyvet majd hazaviheti. Egyébként most elég jól feltöltött engem a kiadó könyvjelzőkkel is, úgyhogy minden van nálam, nagyon szívesen, szeretettel adok mindenkinek, akár azért, mert esetleg már olvasta valamelyik regényemet, és szüksége van könyvjelzőre, akár azért, mert még nem olvasta, és nem is tudja megjegyezni, vagy akarja megjegyezni a címét, de ha visz haza könyvjelzőt, akkor ez így könnyebben megy. Na tehát akkor a mai téma innen a rókát, azt pont lehagytam erről a montázsról. Akikről mesélni szeretnék, ők mind alakváltók, és hát már ránézésre összeszokták őket keverni az emberek. Én most alulra leírtam a puskát, mert megmondom őszintén, hogy az első sort még nekem is nehéz egymástól megkülönböztetni, de majd hallani fogjátok, hogy ezek az állatkák nem csak így külsejükben hasonlítanak egymásra, hanem Japánban sokszor a képességeik is összemosódnak, illetve a nevük is régiónként eltérő, és egyes helyeken egymás nevét viselik, hogy még bonyolultabb legyen, és az ember ne tudhassa, hogy kivel találkozott, és mire számítson. Tehát az első sorban fönt van a balról jobbra a nyest, a menyét és a nyuszt, a középső sorban bal oldalon van a vidra, és a rajz másik oldalán egy álcás pálmasodró nevű állatka, szinte biztos vagyok benne, hogy róla itt a többség még nem hallott, de majd ma megismerkedünk vele. És hát az alsó sorban meg a betörő maszkos hármas, a mosómedve, a borz és a nyestkutya. A nyestkutyát nagyon-nagyon gyakran összekeverik a mosómedvével, de semmi közük nincsen egymáshoz. Ezekben az állatokban az a közös, hogy ők a japán hit világ szerint mind rendelkeznek alakváltó példányokkal, kivéve a róka, aki
közül mindegyik példány alakváltó, tehát ott nincsenek varázsképességű és hagyományos állatok, hanem erre minden róka képes, a többiek között pedig vannak sima állatok és varázsállatok. Ők nem csak emberalakot tudnak általában felvenni, eltérő képességeik vannak, például a nyestkutya az élettelen tárgyakhoz is tudja magát hasonlítani, mondjuk útmenti kőnek, illetve neki van olyan képessége is, hogy tárgyakat varázsol el. Ők az is közös bennük, hogy mind szeretik megszállni az embereket, ezt más úton, módon csinálják, a róka és a nyestkutya az, hát a szelleme az így konkrétan behatol az ember testébe a különböző testnyílásokon, esetleg körömágyon vagy melbimbón keresztül, míg mondjuk a menyét, az kívülről szereti hipnotizálni az embereket. És hát ezek ilyen nagy trükkös lények, vannak egészen jóindulatú tréfáik, és hát vannak egészen végzetes poénjaik is, amiken az emberek általában nem nevetnek. És ha már én vagyok a rókás író, akkor a rókával kezdeném egyébként. A róka, mint állat, arról híres, hogy nagyon-nagyon jó alkalmazkodó képessége van. Bárhol megél a földön, ahol egyébként emberek élnek, ott rókák is élnek. Ugye a vörös rókának is már rendkívül sokféle alfaja van, de azon kívül van még sarki róka, pamparóka, sivatagi róka, és akkor ezzel így le is fettük szinte az összes éghajlatot. És ez a világon a legelterjedtebb kutyaféle, de egy nagyon kétarcú jószág, mert bár a farkasnak a rokona, nagyon sokban a macskákhoz hasonlít, például magányos vadász, nem falkákban él, a karmai félig visszahúzhatóak, és a pupillája is ugyanúgy összehúzódik a sötétben, mint a macskáknak. Ugyanakkor azért vannak társas kapcsolatai is, a párok azok évről évre felkeresik egymást, és a kölyköket együtt nevelik, illetőleg, hogyha az egyik szülő elpusztul, akkor felbukkannak a nagynénik és a nagybácsik, akik besegítenek az alom felnevelésében, úgyhogy valahogy azért tartják egymással a kapcsolatot, mint az embereknél a távoli rokonokkal. És hát a rókáknak az élete az sokkal szerencsésebben alakult a távol-keleti Szigetországban, mint nálunk. Hát nálunk még mindig dúvadnak tartják, és egész évben vadászható, és egyébként a gyenge lábakon álló állatvédelmi törvényünk sem védi semmilyen szempontból, úgyhogy ha bajba jutott rókával találkozunk, akkor nem vagyunk kötelesek szegénynek segíteni. Egyébként, hogyha talán itt ismeritek, mert TikTokon nagyon elterjedt, van egy rókales alapítvány, amit gyakorlatilag egyetlen srác indított, és ő így a rókák felkarolását tűzte ki célul Magyarországon, úgyhogy ha valahogy szeretnétek rajtuk segíteni, akár önkéntes munkával, akár anyagilag tehetitek, őket nagyon érdemes támogatni. De Japánban nem szorulnak ilyen segítségre, ott ugyanis hát a nagyon jó képességeik miatt rögtön feltűnt a japánoknak, hogyha ez egy ilyen gyors, ennyire rejtőzködő, hatalmasakat ugrik, és igazából egy valódi szabaduló művész, aki bárhonnan kiszabadul, kiássa magát, akkor ebben biztos, hogy valami trükk van. Ráadásul ugye Japánban amióta földművelés létezik, azóta a rizstermesztés és a rizs a legfontosabb élelmiszer. Egy időben még a gazdagságot is a birtokolt rizs mennyiségében mérték, és mivel a róka nagyon módszeresen pusztítja a rizsföldeken kártékony kisemlősöket, patkányt, egeret, pocokféléket és ilyesmiket, ezért rendkívül hasznos állatnak tartották már a korai időktől fogva. Pont amiatt, hogy a rizs ilyen fontos lett a Szigetországban, a Sintó vallásnak a legnagyobb istene az Inari, aki a mezőgazdaság és az anyagi jólét istene, és a rókák pedig hát úgy alakult, hogy hasznosságuk miatt Inarinak lettek a szolgái, illetve egy idő után már a hírnökei is, sőt a paraszti világban úgy gondolták, hogy maga Inari is képes róka alakot ölteni. Ezzel együtt nem ajánlatos így a rókákkal közelebbi kapcsolatot ápolni. Gyakran előfordul, hogy egy róka akár hálája jeléül, mert mondjuk az ember nem vadászta le, vagy mert megmentette, vagy akár csak kíváncsiságból emberi alakot ölt, és közel kerül egy emberhez, akár össze is házasodhatnak, sőt gyerekeik is születhetnek, akik emberi alakban vannak, de gyakran bizonyulnak harapósnak. De általában ezek a szerelmi románcok a néphit szerint mindig valamilyen
tragédiába torkolnak, hát legalább annyiba, hogy a rókát ember alakban is támadják, és nagyon ugatják a kutyák, és egy idő után hát sarokba szorítják, kénytelen visszaváltozni, és négy lábon menekülni előle, ezt rendszerint meglátja valamilyen szomszéd, vagy ha nem így történik, akkor a róka elbóbiskol, és ilyenkor, ha nem figyel, előfordulhat, hogy valamilyen rókás testrésze elővillan, füle, farka, egy mancsa, és ezt is meglátja egy ember, úgyhogy ilyenkor nincs más választásra, mint hátrahagyni a családját, és visszatérni a vadonban az ő szabad életéhez. Ezeket a rókákat, akik Inari szolgálatában állnak, őket Zenkónak nevezi a japán hit, de vannak a Jakók is, akik hát nem feltétlenül rossz róka szellemek, de általában nem viselik el, hogy van fölöttük egy főnök, úgyhogy ők Inarit sem szolgálják, hanem nagyon nagy szabadságvágyuk van, és általában vadak. Őket Nogitsunénak is szokták nevezni, és az egyik képességük az például az álomjárás. Ilyenkor belépnek emberek álmába, és ott a fülükbe duruzsolnak, aztán az ember, amikor felébred, akkor már eltökélten azzal a szándékkal indul neki a napnak, amit a róka megsugdosott neki éjszaka, hogy mit kellene tennie. Függetlenül attól, hogy jó vagy rossz, vagy milyen egy róka, van neki egy úgynevezett csillaglabdája, egy Hoshinotama, ami nagyon különleges, mert ebben hordja igazából a varázserejét. Ezt általában a többi alakváltó nem így a testén kívül hordja, de a róka igen. Ezt senki nem tudja, hogy pontosan hogy nézhet ki. Egymástól is különböznek, illetve a külsejüket is változtathatják. Egészen gyöngy méretűvé tudnak zsugorodni, és ilyen öklömnyi labdává is nőhetnek. A színük az hol egy ilyen jós gömbnek a füstösségében úszik, vagy benne lüktet az egész univerzum, esetleg visszafogott lángok uralják. Ezt a róka formában, vagy a szájában hordja, vagy pedig a farka bundájába rejti el. És hogyha még véletlenül sikerül megszereznünk egy ilyen csillaglabdát, akkor a róka egy ideig hajlandó minket szolgálni azért, hogy visszakaphassa. Hát ugye, hogyan lehet egy rókát leleplezni, ezt már mondtam, hogy előbukkanhatnak róka jellegzetességei, illetve a kutyák azok nagyon nem bírják az ember formában lévő rókák jelenlétét sem, de ezen túl, mivel viszonylag ritkán lépnek interakcióba emberekkel, általában nem tudják tartani a normális beszédtempót, hanem vagy nagyon hadarnak, vagy dadognak, és állítólag nem tudják az ismétlődő szavakat, vagy ismétlődő szótagokat sem kimondani. Amikor én elkezdtem japánul tanulni, akkor a japán származású japán tanárom mesélte nekem, hogy a japánok ugye úgy veszik fel a telefont, hogy azt mondják, hogy moshi-moshi, de ez igazából nem jelent semmit, és még az eredetét sem lehet tudni, hogy ez honnan jön. Több feltételezés van. Ő egy olyat mesélt el nekem, hogy hát nyilván, amikor az első telefonok elterjedtek, akkor az embereknek ez egy nagyon csodálatos készülék volt, hogy hallom a másikat, akit nem látok, és tök messze van egyébként, és hogy így biztosítsák a beszélgető partnert, hogy még mindig ők azok, akik a vonalban vannak, nagyon sokszor bemutatkoztak. És az, hogy valahogy hívnak japánul, az úgy hangzik, hogy valami tomoshimasu. És hogy állítólag ebből a sok tomoshimasu-tomoshimasuból lett egy ilyen rövidítés, a moshi-moshi. De én nekem sokkal jobban tetszik az a verzió, amit később hallottam, miszerint a moshi-moshi az nem a telefonokkal együtt született meg köszönés, hanem már sokkal-sokkal régebben is létezett, csak akkoriban még egy ilyen vendégüdvözlés volt a bejárati ajtóban, és pontosan az volt a lényege, mint az európai kultúrkörben, ugye nem szabad beinvitálni a vámpírt, hát a japánok is ki akarták szűrni, hogy nem egy átváltozott róka-e a vendégük, úgyhogy moshi-moshival köszöntötték, és hogyha a róka nem tud, vagyis hát a vendég nem tudja ezt kétszer így egymás után visszamondani, csak egyetlen moshit mond, akkor valószínűsíthető, hogy ő egy róka szellem, nem pedig egy ember. A rókák több ezer évig élhetnek a japán néphit szerint.
nyilván folyamatosan kiteljesedik a bölcsességük és a tudásuk, és függetlenül attól, hogy ők egyébként inari szolgálói és jóságos rókák, vagy pedig a maguk útját járó ilyen szabad vad rókák, elérhetik ezt a tulajdonképpen isteni állapotnak minősülő 1000 éven is jóval túli élethozt. Külső jelei is vannak annak, hogy ezek a rókák így öregszenek, ők minden 100. évben kapnak egy plusz farkat, legalábbis az első 1000 évben. Mire elérik az 1000 éves kort, maximalizálódik a farkuk száma, ez a 9-es szám, és onnantól kezdve már nem lesz több farkuk, viszont az 1000 éves életkorral egyéb nagy dolgokra is képesek lesznek, például láthatatlanná tudnak válni, meghajlítják az időt, megduplázzák a holdat, erre nem tudom, mi szükségük van, de ezt tudják. És a külsejük is megváltozik, a szőrük arany, ezüst vagy hófehér lesz, illetve bármilyen a világban, bárhol folyó társalgásba bele tudnak hallgatni, hogyha úgy akarják. Ezzel együtt, a csodás képességekkel együtt a rókáknak van egy egészen gonosz, démoni megtestesülése, a Kitsune Tsuki, ami hát egyáltalán nem cuki, hanem ez egy ilyen démoni megszállás, és emiatt is az emberek azért igyekeztek ezeket a szeszélyes állatokat kerülni, mert sosem tudhatták, hogy éppen jó napjuk van és szerencsét hoznak, vagy esetleg elrontották a délutáni szundijukat, és akkor most mérges haraggal sújt le rájuk. A Kitsune Tsuki-nak a jellegzetessége, hogy miután a róka beleszállt az ember fejébe, hát nyilván ilyen őrületes jeleket kezd produkálni az ember, hangokat hall, elájul, hisztérikusan viselkedik, ilyen epilepsziás rohamai vannak. Ami érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy az 1800-as évek közepéig Japánban a róka démon általi megszállást azt egy valós betegségnek gondolták, és még utána is, amikor már tudták, hogy nem az, akkor is az őrületnek ezt a klinikai diagnosztizálását, ezt rókadémon általi megszállásként nevezték. Ezen kívül van még egy rókához kapcsolatos érdekesség, ez a Kitsune-bi, ami tulajdonképpen így a magyar folklórban meglévő lidércfénynek a megfelelője. Ezek ilyen fénygömbök, amik az erdőben lebegnek a föld fölött. Soha nem szabad emberként követnünk őket, mert ezek általában minket tévútra csalnak, és a sűrűben ott el fogunk veszni. 3 elképzelés is van arra a rókákkal kapcsolatosan, hogy vajon mi ez a Kitsune-bi. Az első, hogy a már láthatatlanná változni képes kicunék éppen hazafelé tartanak, és a lámpásaikat cipelik az erdőben. Ők nem látszanak, ugye csak a lámpás, ami lebeg a föld fölött. A második elképzelés, hogy a csillaglabdájuk az nem mindig náluk van. Például ugye, amikor ember alakot öltenek, akkor nem tudják elrejteni se a szájukba, se a farkuk szőrébe. Úgyhogy ilyenkor ez ott lebeg az erdőben, és a harmadik elgondolás, hogy ez rókanászokra szóló meghívók különböző más jókályoknak, mert hát vannak egyébként okos rókák, akik nem emberekkel próbálnak tragikus szerelmi kapcsolatba bonyolódni, hanem egymás között házasodnak, és erre más jókályokat is meghívnak erre a lagzira. Egyébként éppen emiatt a rókanász az egy ilyen szerencsét hozó dolog Japánban, hogyha szép az idő, és hirtelen elered az eső, és akár mondjuk még szivárvány is lesz az égen, akkor úgy tartja a néphit, hogy akkor ülik a nászukat a rókák, és ezért, hogyha egy japán esküvő alatt elered az eső, akkor az mindig szerencsét hoz a párnak. Pedig hát a múltban nem volt olyan szerencsés, hogyha valaki róka felmenőkkel vagy rokonokkal bírt. Ez általában ilyen emberi kétszínűség, ugye, hogyha pár száz évvel ezelőtt élt hősökről van szó, akkor tök menő, meg jó pofa, hogy voltak rókák is, meg alakváltók a családjában, de hogyha egyébként ezt valakire úgy rásütötték a mindennapokban, azok a családok általában csak így egymás között tudtak portékákat csereberélni, meg a gyerekeiket is egymás között kellett házasítaniuk, mert a többiek eléggé kívülállóként kezelték őket. És az az igazság, hogy én készültem egy,
készültem egy csomó ilyen rókás történettel, de már múlt héten leadtam ezt a diasort, és aztán a héten elgyakoroltam így az előadást otthon, és rájöttem, hogy szerintem nem fogok beleférni a 60 percbe, úgyhogy most át fogok ugrani két diát, mert akartam ilyen leghíresebb kicunéket ismertetni, de már kitaláltam a következő előadásom témáját, ami nem rókákról fog szólni, hogy ne kapjatok rókamérgezést, de majd ott abba bele fogom tudni szőni, és akkor így kell magamat ügyesen meghivatni újra. Meg azt mondom nektek egyébként, hogyha valaki nem tud eljönni egy előadásra, ezek mindig felkerülnek utólag a YouTube-ra, úgyhogy ott is mindegyiket vissza lehet nézni, ami ilyen mondokonos előadás. Úgyhogy most ugrok kettőt, és lassan átvezetem a témát a nyest kutyákra, három olyan jelenséggel, amit a japánok mind a rókáknak, mind a nyest kutyáknak betudnak. Hát az egyik a kanashibari, ami az alvásparalízis, a második a kamikiri, ami egy hajvágó szörny, és a harmadik a sirime, amit hát én, hogy így szalonképes legyek, farszemnek fordítottam, a gyerekem sekszemnek hívja. Ez egy nagyon őrült jókáj, de majd mindjárt eljutok oda is. Hát az alvásparalízis az 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 állapot, amikor a tudatunk az valahol az álom és az ébrenlét között reked, és az agyunk az már így gondolkodik, meg a szemünk ki tud nyílni, de ott fekszünk bénultan az ágyon, és nem tudunk mozogni. Ez hál' Istennek viszonylag kevés emberrel történik meg, és ritkán. Az orvosok a mai napig többféle elméletet elképzelhetőnek tartanak, hogy ez miért történik az emberrel. Nyilván a régmúltban a mindenféle népeknek is megvolt erre a magyarázata. Például egyébként megint csak, hogy magyar folklór párhuzamot vonjak, a lidérc nyomás az ugye az a fajta állapot, amikor egy ilyen pulyka méretű lidérc ráül az ember mellére és nyomja, és nem tud fölkelni az ember az ágyból. Illetőleg a szláv kultúrkörben van egy ilyen halálistennő, akit Marának, Moranának, Marcannának, mindenfélének lehet hívni, és ő Mer néven jutott át a germán mitológiába, és onnan az angol szász területekre, és állítólag a nightmare, mint rémálom kifejezés angolul, az is az ő nevéből ered, mert hogy ő is ezt szereti csinálni, hogy így belenyomja az embert az ágyban, és rossz álmokat ad neki. Na hát Japánban az alvás paralízis az tulajdonképpen nyest kutyák és rókák általi megszállást jelent, és akkor ez így nem egy ilyen egyetlen éjszakára vonatkozó állapot, hanem egy hosszas megszállás, amit csak kifejezetten erre képzett szerzetesek a megfelelő varázsi igékkel tudnak kiűzni az emberből, és szerencsére, hogyha ezt sikeresen megteszik, akkor nem csak a bénultság múlik el az ember testéből, hanem maga a megszállás is véget ér. Hát a következő jószág, ez a kamikiri, itt a képen egy ilyen madárcsőrű, bogárszerű, lila lény, akinek a két keze végén ollók vannak, és hát a néphit szerint ez tulajdonképpen a rókáknak, meg a nyestkutyáknak egy plusz alakja, amivé át tudnak változni, tehát nem egy önállóan létező jókáj. És hát ő úgy tűnhet, hogy ez nem egy olyan komoly csíny, de mivel Japánban a társadalmilag elfogadott hajviselet nagyon hosszú időn át csak a hosszú haj volt mind férfiak, mind nők részéről, ezért ez egy borzasztó horror volt, hogyha valakinek álmában egy ilyen láthatatlan vagy bogárszerű lény levágja a haját. Oszakában, ahol én éltem, ott korábban óriási hisztéria is volt ebből, ott már nem csak álmukban vágták le az emberek haját, hanem láthatatlan lényekké válva az utcán is utánuk eredtek és levágták a copfokat. Természetesen összeesküvés elmélet hívők azok sok száz évvel ezelőtt is léteztek, úgyhogy Oszakában, miután a paróka kereskedők piacra dobtak egy kamikiri ellen használatos talizmánt, az emberek hamarosan kisütötték, hogy valószínűleg a paróka kereskedők azok, akik a rókákkal és a nyest kutyákkal alkut kötöttek, és azért, hogy jól menjen a bolt, és el tudják adni mind a parókáikat, mind pedig a talizmányaikat, ők uszították rá az emberekre ezeket a lényeket egy ilyen elváltoztatott külsővel. És akkor hát
A harmadik az én kedvencem, tulajdonképpen külön diára kellett volna tennem, hogy így hirtelen felugorjon, és akkor itt nektek is így kisütné a szemeteket, mint ennek a szegény asszonynak. Japánban rengeteg olyan lény van, aki azzal szeret ijesztgetni, hogy nincs arca. És ez általában elveszett kisgyerek, vagy bajba jutott hölgy, vagy részeg szerzetes, és amikor az ember odalép hozzá, hogy segítségére siessen, akkor látja meg, hogy nincsenek arcvonásai, szeme, szája, semmi, üres az egész arca, és hát az ember rendszerint pánikba esik, menekülőre fogja, és akkor ilyenkor jön egy ilyen második csapás, hogy befordul az utcasarkon, beleszalad valamilyen ismerősbe, elkezdi neki mesélni, hogy úristen, mi történt vele, mit látott, hogy nézett ki ez az izé, amivel ő összefutott, és az ismerőse egy ilyen elhúzza a kezét az arca előtt, és puff, eltűnnek az ő vonásai, mert hogy ez valójában nem is az ismerős, hanem vagy ennek a lénynek egy haverja, vagy ő addigra már új helyen volt, és akkor mondja neki, hogy úgy érted, így nézett ki, és akkor még egyszer jól meg lehet ijeszteni ezt az embert. Na hát a sirime az ennél tovább megy, ez egy mutogatós jókáj, és neki sincsen arcvonása semmi, de ezt először nem látjuk, mert hogy ő szürkületben vagy már sötétedés után támad az áldozataira. Ő egy nagyon gyönyörű, gazdagon díszített, drága kimonót viselő férfi. Ez az egy, ami messziről így feltűnő rajta. És hát az ember, még Japánban is, ahol nagyon udvarias mindenki, azért egy ilyen feltűnő ruházatot ugye szeme sarkából csak megnézeget, és ezzel rontja el, mert hogy ezzel rögtön kapcsolatot teremt ezzel a lényel, aki a szép ruhájában rögtön oda lép hozzá, hogy elnézés volna egy perce. És akkor már látni így közelről, hogy nincsen neki arca. De mielőtt az ember még menekülőre foghatná, ez a sirime egy ilyen csipendél fiú gyakorlott mozdulatával lerántja magáról az összes kimonót, hátat fordít, négy kézlábra áll, és feltárja az ánuszát, amiben egy hatalmas világító szem van. Nem tudom miért. Tehát, hogy erre így nincsen magyarázat, az ilyen otromba tréfákat szereti, és ezért így általában többször kapcsolatba hozzák a nyestkutyával, aki szintén kicsit ilyen az ormótlan vicceiről híres, nem pedig a rókával. És akkor ezzel így át is térek a nyestkutyára. Míg a róka az általában gyönyörű nővé szeret válni, és így csábítja el az embereket, meg így szedi rá őket, hát addig a nyestkutya az nem megy ilyen messzire, vagy egy ilyen pocakos kereskedő, vagy egy részeg szerzetes képébe szeret felöltözni, ő általában férfi alakot ölt, és tulajdonképpen nagyon szereti a szakét, ezért szeret ő ember alakba átváltozni, hogy alkoholhoz jusson. Azt már mondtam, hogy ő nem csak saját, de tárgyak alakját is képes átváltoztatni, mert hogy ezért a szakéért ő soha nem szeretne igazából fizetni, hanem hát elvarázsolt tárgyakkal fizet. A leghíresebb történet az 1795-ből származik, még az újságok is megírták, hogy egy ilyen nyestkutya elment egy Nagasaki bordélyházba, és ott egy egész héten át mulatott, igénybe vette az összes konzumhölgy, összes szolgáltatását, evett, ivott, minden, és hát aztán valahogy kiderült róla, hogy ő nem ember, hát valószínűleg úgy, mint a rókáról, hogy felsejlett valami szőrös mancs. A japánok udvariasak nem csapták agyon, hanem felszólították, hogy rendezze a cehet és távozzon. Amit ő meg is tett, de miután otthagyta a helyet, az összes fizető eszköze falevelekké változott. És hát állítólag a nyestkutyák tehetnek is arról, vagy arról is, hogy emiatt Japánban is elkezdték az emberek tördelni a pénzérméket, és nézni, hogy valódi-e, mert hogy a hamis pénzérme az könnyen tört. Hát valószínűleg, mivel a nyestkutya illúziója az nem csak falevélé, hanem sárkupaccá, meg nyestkutya ürüléké is változhat, ezért nem haraptak így rá, hogy Európában volt szokás, hanem inkább csak a kezükkel tördelték ezeket a hamis fizetőeszközöket. A nyestkutya alakja egyébként nagyon sokat változott a történelem során. Korábban úgy tartották, hogy csak véges alakot tud felvenni, egyébként nem csak ő, hanem a róka és a menyét is. És nagyon érdekes, hogy bár a róka a legerősebb jókáj mindegyikük közül, neki volt a legkevesebb felvehető alakja, szám szerint 7. A nyestkutyának volt 8, és a menyétnek pedig 9. Ez így az idők során
elmosódott, és igazából most már a nyeskutya bármivé át tud változni. És hát, sőt, igen, még bocsánat, az is változott vele kapcsolatosan, hogy tekintettel arra, hogy ő egy ilyen, általában egy ilyen ízetlen vicceiről híres, joviális kis fickó, ezért manapság egy nagyon szerethető lénynek tartják, de ez se volt mindig így. A legtöbb jókáj az az idők során szelidült, mint a Disney mesék, és hogy valaha sokkal véresebbek voltak. Az egyik leghíresebb tanuki történet szerint egy gazda egyszer elfogott egy földjén rakoncátlankodó tanukit, akit fellógatott a fára, és úgy döntött, hogy majd ha végez a munkával, akkor agyon csapja és megeszi levesnek. És hát a tanuki olyan szívhez szólóan könyörgött az életéért, hogy a gazda felesége megsajnálta és megmentette, de hát az állat a jótevője ellen fordult, és puf, ő csapta agyon az asszonyt, akit megfőzött levesnek, és hát mint a Game of Thrones-ban így fel is tálalta az urának vacsorára, mert hogy felvette a nő alakját, és csak már utána mondta el neki, hogy konkrétan mi történt, és miből volt a leves, miután a hapsi jól belakmározott belőle. Egyébként emiatt Japánban azóta is tanuki levesnek hívják azt, hogyha egy étel valamiért nagyon gyanús. És ami még így menet közben alakult ki a nyestkutyákkal kapcsolatosan, az az, hogy manapság ilyen földigérő herékkel ábrázolják szegénykét. Nem ilyen ez a kis állat, egyébként látjátok, egy ilyen nagyon helyes, plüsszerű állat. És az az érdekes, hogy ennek a hitnek egyébként semmi köze a szexualitáshoz, hanem arról van szó, hogy állítólag a tanukiknak olyan vastag a bundája, hogy, vagyis nem a bundája, bocsánat, a bőre, hogy a 19. században az aranyozáshoz használt aranyfüstlemezeket úgy állították elő, hogy ezeket az aranylabdákat tanukik bőre alatt kalapálták ki, és állítólag olyan erős a tanuki bőre, hogy 8 tataminyi papírvékony aranylap is kijön, hogyha így zajlik ez az eljárás. És az aranylabda, amiből ezt a kikalapálást csinálták, az a kinnotama, a herék meg a kintama, és ez a kettő így összemosódott, és így kapta meg a tanuki az egyébként így gazdagságot és anyagi jólétet szimbolizáló földigérő heréket, ugyanúgy, ahogy az integetős macskák, úgy a tanuki szobrok is nagyon sok irodában, üzleti vállalkozásnál, étteremben kínálnak Japánban. És akkor még azt akartam elmondani, itt fölírtam magamnak, hogy ami érdekes, hogy ugye a Meiji restauráció idején az 1800-as években már, amikor a japán kormány nyitni szeretett volna a nyugat felé, akkor általában az összes ilyen alakváltóról szóló hitet, meg legendát azt úgy nem támogatták, meg azt gondolták, hogy az úgy primitív, meg rossz hírbe hozza az országot. Mégis 1889-ben is még tanuki jelenségről cikkezett egyébként a Tō Nippō nevű nagyon szavahihető regionális lap, ami szerint egy gőzmozdony vezetője egy késő esti járaton észrevette, hogy vele szemben azonos simpáron egy vonat szágult felé, és hát meghúzta a vészféket, de látszott, hogy már elkerülhetetlen lesz az ütközés, de amikor egymáshoz értek a vonatok, és jött volna a becsapódás, akkor a szembe jövő vonat eltűnt a ködben, és a sofőr leszállva a saját mozdonyáról két elpusztult tanukit talált a síneken, akiket egyébként hát gyorsan hazavitt és megevett, hogy a többi tanuki ne jöjjön rá, és ne legyen belőle a szellemvilággal balhé, de hogy tulajdonképpen még a tanukik varázserejében is nagyon-nagyon sokáig hitt a japán folklór. A varázs tanukit egyébként Bake Danuki névvel is megkülönböztetik, ezt egyébként ritkán használják, általában tanukinak nevezik, és akkor az ember találja ki, hogy most egy átlagos kisállattal van-e dolga, vagy pedig egy ilyen varázslóval. És egyébként, amit még érdekességként el akartam mondani erről az állatról, ennek semmi köze az alakváltókhoz, hogy ez az egyetlen kutyafajta, ami téli álmot alszik, mint a medvék. És akkor tovább lépek, vagy hát nem biztos, hogy tovább lépek, mert a következő lény az a Raiju, ami nem egy indiai férfi név, hanem tulajdonképpen egy villámszörny, vagy egy maga a villámlás egy állati alakba bújva. Nagyon sokan úgy gondolják Japánban, hogy ez is a tanukinak egyfajta megtestesülése,
de mások pedig úgy tartják, hogy ez egy kétfarkú farkas, vagy esetleg egy hatlábú kutya, és hát mivel Japánban vannak nagyon udvarias emberek, akik senkinek nem akarnak ellentmondani, ők azt mondják, hogy szerintük meg mindez egybe így összevonva, ami valahol igaz is, mert hogy az Edo korszakban az utazó cirkuszok legnagyobb látványossága az pont a valódi rajdzsú volt egyébként a sellők mellett. Hát ezt a valódi rajdzsút úgy érték el, hogy kutyákat, macskákat és majmokat összepreparáltak és kitömtek, és akkor ezt lehetett mutogatni, mint igazi rajdzsú. És majd itt fog bejönni nem sokára az álcás pálmasodró nevű kis cibet macska, ami nagyon helyes már a neve szerintem is. Mindjárt rátérek, mert hogy ezek a vihar démonok, ugye hát bármi, ami az égben élt, az az ember számára megfoghatatlan és ismeretlen volt nagyon sokáig. A rajdzsúkról is csak annyit lehetett tudni, hogy amikor lesújtanak a földre, a villámok hátán lovagolva, vagy pedig ők maguk villámlássá változva, akkor hát nyilvánvalóan valami isteni hatalmat képviselnek, hiszen válogatás nélkül belecsaphatnak gazdagok és szegények házába egyaránt, és hát nagyon-nagyon veszélyesnek tűntek, a japánok mindig is faházakat építettek, úgyhogy ezek a villámcsapások, hogyha belecsaptak egy házba, nagyon könnyen terjedtek a városokban. Erről egyébként fent maradt egy antológia is még 1153-ból, amikor hát Kyoto-t érte egy hatalmas nagy rajdzsú támadás, vagyis hát egy hosszas, több napig tartó vihar, és hát az emberek derekasan küzdöttek, és szerencsére köztük volt Minamoto no Yorisama nevű költő is, aki aztán egy antológiában emlékezett meg a rajdzsuk ellen folytatott harcokról. Úgy tartja a mondás, hogy a rajdzsuk azok a rajdzsineknek, a Shinto viharisteneknek az ölebei, és egyébként, amikor éppen jó idő van, akkor előszeretettel pihennek az emberek ölében láthatatlan formában. A kölyök rajdzsúk pedig még félnek a saját gazdájuktól is, mert a viharistenek annyira félelmetesek, úgyhogy amikor megkapják a parancsot, hogy büntetés jelleggel ideje lenne lesújtani az emberekre és felégetni az otthonukat, meg villámokat szórni rájuk, akkor sokszor elbújnak a feladat elől az emberek köldökébe állítólag, és van is egy ilyen népi mondás, gyerekeknek szokták mondani Japánban, innen ered, hogy ha esik az eső, akkor takard el a köldököd. Hát az álcás pálmasodró, aki egyébként egyáltalán nem egy ilyen vérmes fenevad, mint egy villám démon, azt meg úgy keveredett bele ebbe a történetbe szegény, hogy hát ő egy ilyen békés, ilyen gyümölcsevő kis állat, aki annyira rejtőzködő életet él, hogy élő példányt nem is nagyon láttak belőle sokáig. Viszont előfordult, hogy a fán kuporodott, amikor belecsapott a villám, és így történt ez az 1500-as években is egy nagyon híres történetben, amikor is egy híres szamuráj, Tachibana a Dosetsu, aki 37 ütközetben vett részt, és a vége felé már féloldali bénulással, ő éppen egy vihar elől menekült, és hát botor módon egy fa alatt keresett menedéket. De szerencsére az utolsó pillanatban megtalálta a szívében a bátorságot, és előugrott, kardot rántott, és szembefordult a viharral, ami hát így belecsapott ugyan a fába, de ő mivel kiugrott alóla, így megúszta, és hát onnan a fáról is lepottyant egy ilyen kis elszenesedett pálmasodró, és hát a szamuráj rögtön azt gondolta, hogy legyőzte a vihar démont. Volt neki egy nagyon híres kardja, amit Chidorinak neveztek, azaz ezer madárnak eddig a pillanatig, de akkor ő rögtön át is nevezte Raikirinek, ami villámvágót jelent, és akkor így el is terjedt, hogy ő megölt egy villámdémont, és ez a kis pálmasodró ez így keveredett bele ebbe a sztoriba. Aztán akkor tovább lépek a menyétekhez, na hát ők az igazi rohadékok, náluk így nincsen semmilyen esetlegesség, hogy esetleg jó napjuk van, alkut kötünk, szerelembe esünk egymással, nem, semmi ilyesmi nincs. A menyét az kétféle módon is nagyon ártalmas, a veszélyesebb fajta az a kamaitachi. A kamaitachi az egy kardállásnak a neve a japán harcművészetben, és egy ilyen szójátékkal alakult ki, hogy a kama itachi, ami meg sarlós menyétet, vagy sarlós nyestet jelent, az ebből a szójátékból született, mert hogy hát ő is egy ilyen nagyon penge harcos, és ráadásul a lábai végén, a lábfejek helyén ilyen sarlókat hord,
vagy pedig, ha megvan a lábfeje, akkor a körmei helyén vannak sarlók. Ő abszolút az időjárással összefüggésben lévő démon. Japánban nagyon sok hegyvonulat van, havas, esős idővel, és tulajdonképpen úgy születhetett meg ennek a Kama Itachinak a figurája, hogy az embere, a hideg időjárás, a jég, a hó, az eső és a szél, az gyakran így ilyen barázdákat hagy az ember bőrén, amikor hát ilyen zord éghajlaton kénytelen mászkálni. Na most a Kama Itachi is tulajdonképpen ugyanezt okozza, mint az időjárás. Hármasával utaznak, a szél hátán járnak, állítólag annyira gyorsak, hogy őket észre se lehet venni, csak a szelet veszi észre. Az ember őket nem látja, és egyetlen vércsepp nélkül egész szeleteket tudnak kihasítani az emberből. Ezt ilyen munkamegosztással teszik. Az első az megakadályozza, hogy az ember elmenekülhessen. Ő általában a lábára támad, elvágja az Achilles-szinát, megszurkálja a sarkát, ilyesmi. És amikor az ember már földre esett, akkor jön a második, aki több ezer halálos sebet ejt rajta, és aztán jön a harmadik érthetetlen módon, aki meggyógyítja ezeket a sebeket, de csak annyira, hogy azért fájjon, de ne halljon bele, mert hogy ez így, azt szereti, ha szenvedünk, de azt nem akarja azért, hogy így meghalljunk. És azon túl, hogy ők ezt tudják csinálni, a menyéteknek már önmagukban is van egy ilyen ijesztő jellegzetessége, hogy egyébként egymás hátára állva egy ilyen lángoszloppá változnak, és akkor szeretnek gyújtogatni, illetve általában ilyen formában két lábra állva követik el azt is, hogy hipnotizálják az embereket. És akkor amikről eddig meséltem, itt tulajdonképpen alakváltás még nem is történt, de egyébként erre is képesek. Nem csak más alakváltók alakját tudják felvenni, tehát álcázhatják magukat nyest kutyának, és borznak szokták még, úgy emlékszem. De egyébként általában ők is nagy alkoholfogyasztók, nem tudom, tehát tulajdonképpen az alapvető oka mindegyik állatnak az emberré váláshoz az az, hogy alkoholhoz és azon belül is lehetőleg szakéhoz jusson. Ő általában fiatal szerzetes fiúnak álcázza magát, akire nagy a ruhája, és emiatt egy kicsit ilyen abszurd figura, de ezen ugye nem szabad semmiképpen sem nevetni rajta, meg azt gondolni, hogy valami könnyed vicc lesz a dologban, mert hogy tényleg ő csak nagyon gonoszságokat tud tenni. Ha igazán bepipul, akkor egyszerűen fogja magát, óriássá válik, és elkezd házakat eltaposni, meg embereket eltaposni. És akkor utolsó... Jaj, bocsánat, az előző diánál nem említettem, de korábban már igen, úgyhogy végül is semmi. Megláttam csak felírva, hogy föl van írva ez, amit már mondtam, hogy Kitsune Nanabake, azaz azt jelenti, hogy a rókának 7 formája van, a Tanuki Hachibake, a nyestkutyának 8, és a Ten Kubake, az pedig, hogy a nyestnek 9, mert hogy Japánban a nyest és a menyét az sem külön állat, hanem a menyétnek egy formája a nyest. És akkor a végére hagytam a borzot és a vidrát. A borz neve mögé azért tettem kérdőjelet, mert hogy hát talán az összes közül ő a legviccesebb abból a szempontból, hogy neki már egy idő után elkezdték elkülöníteni, hogy a Mujina, az a varázsképességgel rendelkező borz, az Anaguma, az meg a hagyományos borz. De ez nem volt mindig így. És bizonyos régiókban ezeket az arc nélküli ijesztgetős szellemeket, vagy jókájokat is Mujinának nevezik, ahol pedig ezeket a szellemeket Nopperabónak nevezik, ahol Mujinának nevezik ezeket a szellemeket, itt már én is bele fogok zavarodni, ott a Nopperabó, ami egyébként az arc nélküli szellem, az a borznak a neve. És vannak olyan régiók is, ahol Maminak nevezik nem csak a borzot, de a nyestkutyát és az álcás pálmasodrót is, úgyhogy az ember gondolhatja, hogy tulajdonképpen minden ilyen térdigérő szörös állatot ugyanezzel a névvel illetnek. A nyestkutyák és a borzok neve is helyenként eltérő, ebből egyébként egy ilyen nagy jogi precedens is volt 1924-ben, amikor is egy Tocsigiből származó vadász abban a hitben, hogy a borzokat, akiket az ő megyéjében Tanukinak neveztek, nem lehet megölni, mert védett, megölt egy nyestkutyát, amit az ő otthonában Mujinának neveztek.
De a törvényt Tokióban alkották, ahol a tanuki a nyestkutya, a mudzsina pedig a borz volt, úgyhogy rögtön perbe fogták az embert, mert hogy egy nyestkutyát ölt meg, amit nem lett volna szabad. Egyébként a teljes bábeli zűrzavar okán a végén fel is mentették őt. A borz egyébként kevésbé keresi az ember társaságát, mint az eddigi alakváltók, és egyébként nem is rossz indulatú. Ő kifejezetten ilyen éneklő kisfiúnak szeret mutatkozni, megint csak azért, hogy alkoholhoz jusson, így megy be a városba, vidáman dajdajozik, de amint az emberek megszólítják, ő megijed és elszalad, úgyhogy nem keresi a kapcsolatot. Ellenben a vidrával, ami hát már ugye állatformájában is egy ilyen nagy, vicces, vidám csíntevő, természetesen emberként is. Hát neki két happy-je van, az egyik, hogy hangokat utánoz, és akkor ezzel elcsalja az embereket valamilyen irányba, aztán ott jót nevet rajtuk, hogy eltévedtek. A másik, annak egyébként lehet alapja is, hogy olajlámpásokat lopkod. Erre vélhetőleg az a magyarázat, ezt macskák is lopkodták Japánban, mert hogy halolajból készültek ezek az olajlámpások, úgyhogy finom falatnak számított. Illetve még azt szereti csinálni, ő is nő alakot ölt, mint a rókák, elcsavarja a férfiak fejét, de nem tudom, egy elcsattanó csókig megy, csak utána elszalad, és messziről kineveti az illetőt. Úgyhogy alapvetően ilyen ártatlan tréfái vannak, kivéve Ishikawa megyében, ahol valamiért gonosz minden vidra, ott úgy tartják, hogy vízbe csalja az áldozatát, és ott a társaival együtt lehúzzák a víz alá, vízbe folytják, és meg is eszik. De hát így az eddigiek alapján én élek a gyanúperrel, hogy esetleg Ishikawában a menyéteket hívják kavaúszónak, és nem a vidrákat, mert hát miért ne, hogyha már ilyen gonosz. És hát a vidrával kapcsolatosan egy másik, vagy egy utolsó érthetetlen érdekesség, hogyha a felnőtt nő alakját is fel tudja venni, akkor vajon miért gyermek alakban próbál alkoholhoz jutni, de ő így próbálja. Kisgyerekként megy be a boltba, és szeretne szakét venni, általában ebbe belebukik, mert hogy a boltos rögtön megkérdezi, hogy hát miért van neki szüksége alkoholra, illetve hány éves, és ilyenkor annyira megzavarodik, hogy már nem tud értelmes emberi választ adni, hanem csak arra képes, hogy az elhangzott kérdést ismételgesse, egy idő után pedig ebből a szerepből is kiesik, és ilyen cseregő hangot ad, amit a vidrák egyébként emberalakban, és elszalad. Hát ami egyébként ugye egy róka tulajdonság, az elején mondtam, hogy lefagy és felfedi a kilétét. A boltos meg ott marad ugye a vidra helyett, vagy a vásárlója helyett, és akkor elmondhatja, ha tudja, hogy mivel találkozott, mert hát ezek után én azt gondolom, hogy nem lehet benne biztos, hogy az most egy vidra volt, egy róka, vagy egyáltalán, hogy milyen néven kell illetni ezeket az állatokat. Azt hiszem, hogy ennyi. Én ezt most be is fejezném, az átugrott diákat majd beépítem egy másik előadásba, és akkor feltenném a kérdésemet, amit az elején ígértem. Úgy csinálom, hogy ne legyen mikrofonra szükség, mert ez a múltkor is nagyon jól működött, úgyhogy mind a két kezeteket készítsétek elő, mert egy szám lesz a válasz, és két kéz kell hozzá. Úgyhogy azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ki az, aki emlékszik rá, hogy mennyi a róka farkának maximális száma. Jaj. Azt hiszem, hogy ott a szarvakkal rendelkező lány volt a hátsó részen az első, mert előtted volt egy szám, de az 7-es volt, és a 9-es a jó válasz. Igen. Te, nem? Vagy akkor mögötted mutatta valaki? Jó, bocsánat, elnézést kérek, akkor majd itt a színpad szélén odadom neked a könyvet, és hogyha valaki szeretne könyvjelzőt, akkor az is van nálam most nagyon sok, és nagyon szívesen adok mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattatok. Sziasztok!